Európa legjobb 10 ifjúsági korú asztali teniszezője mért össze tudását a romániai Bodzavásáron, ahová Majoros Bence hetedikként rangsorolva érkezett. A nyírbátori nevelésű játékos két vereséggel kezdte a tornát, aztán viszont már nem hibázott, 6 győzelmet aratva végül a harmadik helyen végzett az egy visszalépés miatt 9 fősre fogyatkozó mezőnyben. Itt azért mindenki tudott már pingpongozni, és mindenki nagyon-nagyon magas szinten űzi ezt a sportot. Nagyon-nagyon jó volt, egyrészt egy nagyon-nagyon jó élmény is volt, mivel nekem ez volt az első ilyen Európa Top 10-em, és tényleg nagyon jó volt így minden egyes jó játékossal játszani. Nagyon jól éreztem magam, az elején kicsit nehézkesen indult, de aztán a végére hála Istennek nagyon jól ment, és összejött tényleg a lehető legtöbb minden. A 18 esztendős fiatalember a nyár végén tette át székhelyét Németországba, ahol a legnevesebb utánpótlás nevelő centrumban készül, a csapatbajnokságban pedig egy harmadosztályú együttesben szerepel. Én Oxenhausenben már 3 éve járogatok, tehát igazából tudtam, hogy mire számítsak. Így azért teljesen más a hangulat az ott létemnek, mivel már ott lakok, tehát sokkal jobban be tudok illeszkedni, sokkal jobban a közösség tagjává váltam. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon jó közösség, nagyon szeretek ott lenni, nagyon jók az edzések. Tényleg mindenki nagyon-nagyon segítőkész. Ugye rajtam kívül Szudi Ádám is ott van, Cvikl Dániel, mint sportmenedzser, ott dolgozik, és Zombori Dávid is kint van, tehát igazából nem vagyok egyedül. A Vanheimi csapat, az is nagyon-nagyon jó, ott is ugye szimpatikus csapattársaim vannak, ők is azért profik. És ugye én oda a meccsekre járok, tehát igazából nagyon sok időt nem töltök öt, de attól függetlenül az a kevés idő is nagyon jó. Bence a csapatbajnoki meccsek mellett, míg asztalhoz áll a november közepén esedékes magyar top 12-es versenyen, majd a decemberi franciaországi világbajnokságon búcsúzik az ifjúságiak mezőnyétől a korábbi korosztályos Európa válogatott játékos.